Éppen 6 éve annak, hogy egy Magyarországon élő német irodalmár újra teremtette Adi legendás törzshelyét az Erzsébet hídlábánál. A Piarista rendház épületében működő kulturális műfajokat és generációkat összekapcsoló három holló kávéház és kulturális központ a maga nemében egyedülálló Budapesten. Kiállítás, pánkoncert vagy felolvasó színház, itt mindennek helye van. Az alapító Wilhelm Droste 10 évesen szenvedélyes bélyeggyűjtőként találkozott először magyar szóval az egyik bélyegen, akkor tetszett meg neki a nyelv, később meg is tanult magyarul. Adi Endrére az Adi centenárium évében figyelt fel Budapesten. 1977-et írtunk, Adi akkor lett volna 100 éves, az egész város tele volt Adi plakáttal. Tetszett, ahogy kinéz, az, hogy tud valamit, amit én tudni szeretnék. Kíváncsi lettem, megpróbáltam megérteni. Adi volt az én tankönyvem, előbb az irodalmi nyelvvel ismerkedtem meg, és csak utána jött a mindennapi beszéd elsajátítása, vagyis pont fordítva, mint az lenni szokott, mondta. Mindig is rajongott a kávézókért, ezért úgy döntött, megpróbál visszahozni valamit a legendás régi kávéházak hangulatából, de a hangsúlyt nem a nosztalgiára helyezték. Erről beszélt a hely társalapítója és kulturális menedzsere, a bérbeadó piaristák mottóját idézve. Pietas et litere, azaz kegyesség és tudomány. Mi is kegyet gyakoroltunk, és tudományt is műveltünk a szórakoztatóipar mellett. Az meg is történt, mert hogy itt a slam poetry-től kezdve új publikációknak a megjelenítése, alternatív színházak és zenekarok, akik azért államilag nem kapnak semennyi támogatást, vagy csak nagyon keveset, azt itt nálunk tudnak próbálni. Az véleményem szerint megfelel annak az elképzelésnek, amit 6 évvel ezelőtt megszületett bennünk. Wilhelm Droste jelenleg is tele van ötletekkel. Ich würde gerne so ein Kulturschiff machen, drei Raben, ein Schiff. Szeretnék egy kultúrhajót csinálni, és az mindig Regensburgból indulna Budapesten vagy Bécsen, Passaun keresztül lemenne Belgrádba, Odesszába, hogy ezt a nehéz, most túlságosan is háborúdult a területet a kultúra segítségével békésebbé tegye. A hajón lenne egy kis kávézó, 20 ember aludhatna rajta, és a különböző városokban kulturális eseményeket szerveznének. Valahogy így képzelem, mondta. In den verschiedenen Städten jeweils mit unterschiedlicher Besetzung Kultur veranstalten. Das wäre mein aktueller Traum.